Szexed gazdasági és városfejlesztési bizottsága sodos ülésén arról döntött, azt javasolja a közgyűlésnek, függesse fel azt a határozatot, mely a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építését tette lehetővé. Mint arról már korábbi adásainkban is többször beszámoltunk, az ott lakók közül többen és az észfrakció közösen tiltakozott az ott folyó munka ellen. A legutóbbi helyszínbejárást követően, miután semmilyen érdemi okot nem tudtak felhozni az építkezés ellen, átszerző polgármester bejelentette, itt az eredetileg meghatározott helyszínre épülne a terveknek megfelelően a rendelő, mert ellenkező esetben a várost jelentős veszteség érheti, elbukhatja ugyanis azt a 80 millió forintot, amit egy topos pályázat és a miniszterelnökség ajánlott fel a rendelőre. A gazdasági bizottság most a pályázatot lebonyolító irányító hatósághoz fordul azzal a kéréssel, engedélyezze az új helyszín kijelölését, és felkéri a városi főépítést, tegyen javaslatokat a lehetséges új területekre. Az úszoda építése kapcsán a bizottság azt tervezi, felkéri a Magyar vízilabda és Úszószövetséget arra, hogy adjanak állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy az épülő úszodai jelenlegi formájában alkalmas-e arra, hogy versenyengedét kapjon. Mert ha nem áll a bizottság állásfoglalásában, a szembe mehet a pályázat kiírásával, vagyis a versenysportok népszerűsítésével. A hivatal pedig felszólítja arra, kérjen be egy megbízott szakértőtől javaslatcsomagot, melyben dolgozzák ki, milyen problémákat lát az építkezés jelen helyzetében. A bizottság arról is határozott azt javasolja a közgyűlésnek, rendezze meg a szexhádi születi napokat, melynek előkészítésére öt fős bizottságot állít föl, melyben helyet kapnak a borászok és a vendéglátó képviselői, az önkormányzat delegáltjai, valamint a szervező kulturális központ szakembere. A felmerült témákról megkérdeztük Bomba Gábort, a bizottság elnökét, aki nem kívánta bővebben kifejteni álláspontját a kérdésekben.